láttam volna meg. Meglepetésre vegye csodálkozás áradt el a homlokeresetek, eskacok. Ez a fajta, benne van a tatabányai vér, turul, hátulul. Nem viccel ez a fiú, ő az Orsó király, így visszahullik, orsózó hullik vissza a füstébe, teljesen stabilan tartva az MX-et. Egyébként ez egy fantasztikus súly arányú vinál, nem a próza, az ő műfaja, nem a próza. Tehát itt ennél a résznél 60 fokos állásszögön. Megemeli az orsókat, vagy szárt körül eldobja, annyira lazán, annyira kényelmesen, annyira egyáltalán nem gondolkodva, hogy már-már zavarba ejtő ez a fajta. Nem bírani egy zavarba esve, hanem ő maga. Ez a fajta, amikor itt lát, a talpára esik kifelé a füstből, és ezt a részt adja föl ő aztán különféle figurákra, amikor már odáig terjed ez az egész történet. Szép hosszú vezetet. Nagyon szép hosszú vezetet. Olyan sok tetszenek látni. Bekerült, örökbe megy. Aztán hihetetlen fontos és hihetetlen precíz forgatás. Ő mindenképpen abban a kategóriában tartozik, tehát ők együtt nyomták annak idején a Besenyei Petivel, Veres és a Szász Alajos, ők voltak egy csapat, a nagy öregek, és aztán most már tulajdonképpen saját karrierre kezdtek mindenki, saját formájában. Valakinek folyamán érkezik majd hozzánk Besenyei Péter, őket Veres Zoltánról látják itt. Is akár, amit ő itt produkál, nem érzed, nem tudod, hogy mennyi túlterhelés van, nem csak azt a könnyedséget, azt, hogy figyel, egyszerűen beleemelte a szembenévőbe, és tehát a szembenévő légáramlatba belerántotta az orrát, függőlegesen megállt, és kiesett belőle. Tehát... Ő pedig egy kisebb időgéppel volt, ebben is ő tartja a rekordot, és itt a szívforma, ez az ő saját produkciója, amikor szívet rajzol az égben, még lefotóz, mert lesz dobott orsókkal, nagyon szépen rajzol ez az emész, nagyon jó a vonóerő és a súly aránya, ugyanis pici a súlya 580 kiló, és ilyen 360 nézve függeszkedik a légcsapat, szélén egyszerűen megállította, majd onnan függőlegesen kényosult. Szóval, ők már szóval. Ezt így kell csinálni, hogyha valaki Veres Zoli. Tehát, ha egyszer úgy ébredsz, hogy te vagy a Veres Zoli, neked is így kell csinálnod. Úgyhogy benne van persze természetesen az a jó néhány ezer óra bűrepülés és az a jó néhány tíz év. Szóval itt azért a biztonság elsődleges, annak ellenére, hogy veszettem úgy néz ki, hogy életveszélyes a figura, az, de ő ezt teljesen irányította, stabilan, ezek a túlterhelésekben egyébként rezzenéstelen ábrázattal, és nem torpan a tüdeje, hanem erőteti tovább. Itt a csúsztatás, na így csúsztatja az egészet. Veres Zoli, mínusz 3 centin. Gyanítom, hogy lesz egy hátorrepülés, már van is. Na ez a fűnyíró effektus, egy méterrel a svanca plács fölött, és még egy kilométer teljesen egyenes a füstből látszik, hogy milyen van egy dobótorsóval. Dobótorsóval egyébként elég jellemes magát, hogy a légiharcokban jó pozíciót tudjanak szerezni az ellenfélnek a lelövésére. És éppen ezért például ez a dobótorsó, ez arra való, hogy először is ne találjanak el, mert egy halástól repülsz, hát a mögött van, ne találjanak el. Ráadásul befék az a repülőbe, és a elsődleges nemi jellegén a Stanisli fiánk, tehát őtől valami hasonlót várunk, tehát hogy mutasson, hogy légy szíves, legyél hátul, köszi! Tehát neki, mert ebből ne legyen esetlegesen baj. Megállítottak.
csúsztatás, itt fél méteren van a szárnyvég, nézd meg! Nézd meg a szárnyvéget a földtől, oda néz! Nem csalok, nem van! Kezdeti sebességgel érintse a belső végtagját a másik belső végtagjához. Nagy-nagy köszönet! Hölgyeim és uraim, Merek Zoltán! Merek Zoltán!